behajtott cég, amit megvan a kezemben Dabasi Tamás által összegyűjtött behajtott cégek, akik jogtól nélkül megszűntek a Zalabé. Zalabesz, igen. Ismerős. Igen, és hát én úgy gondoltam, hogy elmegyek a bíróságra, és panaszlapon elmondom a problémámat. Elmondtam, és hát azt mondta a kis hölgy, aki fölvette volna a jegyzőkönyvet, feltöltötte, alá nem írtam semmit, hogy ne haragudjak, ő meghallgatott engem, meg is ér, de ő úgy gondolja, hogy egy bűncselekmény történt, és menjek a rendőrségre jelzők panaszt tenni, és hát jelzőkönyvet felvetetni. Ugyanis azért mentem el, én megírtam először a PSZÁF-nak, hogy 2012 tavaszán, hogy így állok az ODB jelzálogban, hogy Japán Jenes világhitelemmel, hogy akkor döntöttem el, hogy nem fizettem, mikor a devizatőke nyilvántartást kikértem, hogy 20 millió 4 a tartozásom, 5 éves fizetés, folyamatos fizetés után 10 millió forint kölcsönét. És akkor azt mondtam, hogy itt elég. Hát én nem vagyok bűnöző, itt bírósági útra viszem az ügyemet, mert én nem vagyok hajlandó több, mire fizetem. És akkor megírtam a hitelkártyákat, és ezt a panaszomat is a PSZÁF-nak, és visszaválaszolták, hogy hatáskör hiányával, tehát nem rájuk tartozik, forduljak bíróságra. Most elmondom, 2012. szeptember óta kétszer lett beadva a fővárosi törvényszékre az OTP-s keresetlevelem, kétszer utasította el a bíróság. Először az első keresetlevél beadása után kérdezte, hogy meg, hogy hitelkiváltásra vettem fel ezt a 10 millió forintot japályemben, vagy pedig számolva, vagy nyilvántartva, vagy pedig lakásvásárlással. Akkor megkapta a választ, elutasította. Újra be lett adva, megint félredobtam, mondja az ügyvéd. Most el az ügyvéd Budapesten él, de már ide is hozott ügyet Pécsre. Most ezzel az ügyvéddel megcsinálta a Pécsi Járásbíróság, hogy berendelte végrehajtás felfüggesztése jelentésbe a bíró Budapestről, és nem értesítette, hogy a bíró Pestre költözött. Tárgyalásra maradt. Ezt ma megtette. Igen, azok mi vagyunk? Nem kell. Ezt ma meg lehet tenni Magyarországon. Rettegésbe tartani a családot. Engem már két éve, hogy a kereset, a lányomnak ugyanaz a szerződése, OTP jelzálka, bent tartotta, most harmadik tárgyalása lesz, OTP-nek a jogásza nem jelent meg, de a bíróló annyit mondott, hogy most februárban ítéletet fog hozni, és már szólították a lányomat is, fővárosi törvényszéken február 21-én, úgyhogy menni fogok. Megkérte az ügyvéd, hogy hallgassak, nem tudom, hogy mennyire fogom tudni tartani magam, lehet, hogy onnan visznek el, mert nem tudom hallgatni. Na és elmentem onnan a bíróságról az Eszter Hankos, tehát Zalabesz miatt a rendőrséget, elmondta a bűnügyi helyszínen, ők voltak bent, ők vették, hallgatták meg a panaszomat, én a végén el is írtam magam, mondtam, hogy már lelkileg is, meg fizikálisan is olyan beteg vagyok, hogy és mellette pedagógusként dolgozom, 26 gyerekekkel foglalkozom, szülőkkel is, és már hasonló tartok, hogy el fogom veszíteni a munkahelyemet is. Elmondom mindezt a rendőrnek, az a rendőr, és most mit vár tőlem? Mondom, uram, én ide jöttem, mert én zaklatva érzem, az zaklatásnak vagyok kitéve, meg vagyok félemlítve. Kaptam egy levelet, decemberben kaptam, hogy a 190 ezer forintos tartozásomat 80 ezer forint beajtási díjére, tehát az az ő díja. Ezt kaptam két ünnep között. Január 2-án föladta a másik levelét, hogy már 150 ezer forint az ő díja. Mondom a rendőrnek, na ne haragudjon, kapok egy hónap múlva már 500 ezer forint lesz az ő díja. Erre azt mondta nekem, hogy hát ez tetszik tudni, így működik, mondom, hogy. Hát azt mondja, én adok a barátomnak 50 ezer forintot, a kollégámnak nem akarja visszaadni, szólok a következő kollégámnak, hogy figyelj, hajtsd be rajta. Mondom, uram, én most rossz helyre jöttem. Tehát, megkérdezte, 26-án született? Anya neve? Mindent tudott rólam. Mondom, itt vannak a papírjai, nem kérődött, mint másolja, azt mondja, nem. Én mondom, most ide
feljelentést tettem, nem ismeretlen tettes ellen, mert ott van, jogutóbb értük megszűnt. Teljes zanap szerepel a borítékon, pecsétel, belül teljesen más, de ugyanazon a címen. Egy picit, és akkor annyit a végén, hogy nem hagyom annyiba. Fölkerestem egy ismerőst, azt mondta, ismerős, nyomozó, azt mondta, hogy hát az az igazság, hogy bíróságra tartozik, de valamit nem. Itt bűncselek, itt mondom, hogyha kijönnek, betörnek hozzám éjszaka, lecsapnak az utcán éjjel, senki nem foglalkozik én velem. Ja, és arra azt mondta, hogy ha valaki zaklak, én nem utcán vagy házam előtt, akkor hívjam a rendőrséget. Mondtam, hogy köszönöm, tehát nem kaptam jegyzőkönyvet, most megyek tovább a Lorentára, megjön a panaszomat.